kéne kinézni. Na most a gyökértarackos, hogy is hívják, nem mennek ki, de ami nem gyökértarackos, az már elfeküdt, az kimegy. Itt vagyunk Dunaharaszti külterületén, ismételten kiskerti tanácsokkal fogunk szolgálni a tévénézőknek is. Milyen fontos információkkal tudunk szolgálni? Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Dunaharaszti gazdálkodóit is, hát természetesen ugye a TV munkatársait is. Hát a támogatási kérelmek leadási határidejét meghosszabbították május 22-éig. Ez a földtulajdonosoknak ez fontos, aki később adja be, minden egyes napi késedelem 1% mínusz a támogatás összegéből. Ami még lényeges, hogy az OTP az idéntől a támogatás összeg 50%-áig most meghitelezi a földtulajdonosoknak, hogyha pénz hiányában vannak, már pedig mindig ilyenkor pénz hiányában van a gazdálkodó, és a nem kell külön lekötést biztosítani, hanem a leendő termény az a biztosítéka ennek a felvett hitelnek. Nagyon kedvező elbírálással gyorsan el tudják intézni. Ami érdekesség még, hogy az osztatlan közös tulajdonnak a megszüntetése az idejében megtörténik, és folyamatban van, és minden egyes érdekelt Dunaharasztin, elég sokan vannak a szövetkezetből kifolyólag, tájékoztató levelet fognak kapni, hogy mikor és hogy fogják ezt megkapni. A integrált növényvédelem 2016. január 1-től lesz. A múltkor azt hiszem mutattam rá, hogy erre külön tanfolyamot kell elvégezni. A növényvédőgépeknek a vizsgáztatása pedig 2016. novemberéig meg kell, hogy történjen. A rendelet, a 40-es rendelet készítés alatt van. Ez a, mondjuk a ami ilyen közkeletű információ olyan értelemben, hogy ami most közvetlenül érinti a gazdálkodókat. Most folyik a területeken a kultúrnövények másodlagos, meg illetve főgyomírtása, a posztkezelések, mint itt, ahogy vagyunk. A kukoricának gyakorlatilag a kezelése, permetezés ideje van a szántóföldeken, illetőleg a gabonatábláknál, a növényvédelem, a fénybogaraknak a elleni védekezés piretroiddal. Itt a méhekre most, hála Istennek, már vége felé van itt az akácvirágzás, de van, ahol még nem. Ott nagyon kell figyelni, hogy lehetőleg este védekezzünk, mert a méhek nagyon érzékenyek a kiszórt piretroidra. Tehát a biológiai növényvédelemnek ez egyik dolga, hogy integráltan csináljuk, hogy figyeljünk a hasznos rovarjainkra is. Itt a gyomírtásnál föl szeretném hívni a figyelmet a gazdáknak az alapvető növényvédelmi ismeretek betartására. Mert például most is enyhe szél van, tehát szélcsendes időben úgy végezzük, hogy káros szomszédság értem alatta, hogy másnak én kárt ne okozzak. Itt is például van borsó, hogyha én olyan vegyszerrel megyek, ami írtja a kétszikűt, és hogyha rá megy a szomszéd borsójára, akkor kárt okozok. Tehát kiírtom a borsót, mert az is kétszikű, mint itt a libatop, a fosóparé, vagy disznóparé, mindegy, hogy most minek nevezzem, mert mondhatnám, hogy genopódium, album, meg latin neveket, de közismert neveket mondok. Tehát arra kell figyelni, szélcsendes időben is elkerüljem, hogy a másiknak kárt okozzak. Sőt, ilyenkor még cseppméret nehezítőt is kell használni, mert így az elsodródási veszély csökken. Mindig arra kell figyelni, be kell állítanom a gépemet, hogy nehogy véletlen olyan legyen, hogy egyik szórófej működik, és a másik nem, és olyankor a nagyobb nyomással rámehet erre a szomszédos növényre, és ezzel nem, hogy hasznot hajtok magam, hanem kárt is okozhatok a szomszédomnak. A növényegészségügyi problémáim is lehetnek, tehát tartsam be saját magam érdekébe azt, hogy úgy vegyszerezek, hogy védőmaszkkal, és a gépeimet pedig utána, használat után kimosom,
trisóval, és úgy az már semlegesítve van, és azt le tudom ereszteni történetesen a dűlőúton, vagy otthon, ha olyan helyen, ahol azért kárt nem okozok vele. A növényvédelemnél még fontos az, hogy betartsam a várakozási időt, mert nem mindegy, ez a kerti kultúrákra főleg fontos, hogy mennyi szermaradvány marad abba a gyümölcsbe, terménybe, itt például a kukoricába is, mert azt is vizsgálják. Mert én eszem meg végül a disznón keresztül a kukoricát, a gyümölcsöt meg közvetlenül, és még a trágyázásra is kell figyelni, a műtrágya használatra, mert a salátánál kék betegséget érek el, hogyha azt közvetlenül úgy szedem le, hogy megműtrágyáztam, és egy csodálatos zöld salátát teszek, és közben az mindig gyanús, mert akkor frissen ammónium nitráttal megtrágyázták, vagy meglocsolták, mert újabban adják ki. És nem mindegy, főleg a csecsemőknek káros, mert van, mikor salátából csinálnak nekik táplálékot ugye a gyereknek, és nem mindegy, hogy most betartom a várakozási időket. Most fogják ellenőrizni fokozottan a névik a egészséges élelmiszert, tehát nem csak a húst, hanem a piacokon is a zöldséget, a őstermelői igazolvány mellett ott kell, hogy legyen a permetezési napló, hogy mikor, mivel védekeztem. Ezt be kell tartani, ezeket a játékszabályokat saját magam és unokáim érdekében, hogy így mondjam, mert 70 év fölött már, hogyha valaki valami van, az már őt is védeni kell, mert jobban érzékeny, de alapvetően be kell tartani, tehát a táblától az asztalig egészséges élelmiszert kell biztosítanom az asztalra, de ez csak úgy megy, mindent lehet, hogyha ezt mindezt betartom a kötelező szabályokat, mert másképp ez nem működik. És akkor nagy gond nem lehet, mert milligrammokban jelentkezik, de hogyha ezt nem tartom be, akkor már problémát okozok. Még ami érdekli itt az embereket a házi kertbe, van a buksusoknak a pusztítója, a pusztáng moly. A moly délről jött be gyümölcsel, és most nagyon sok helyen, hogy egyáltalán azt hittük, hogy megvédjük ezeket. Meg kell nézni, belül a moly ellen egyszerű rovarölőszerrel lehet védekezni, de van, ahol már ki kell dobni, mert egyszerűen megették a buksust. Na, nem tudom másképp mondani, csak azt, hogy megették, és egyszerű rovarölőszerrel. Minden 200 liter fölötti permetező gépnek a bevizsgálása 2016. május 26-ig meg fog történni. Bevizsgálást meg fogják ejteni azért, hogy a gépek állapota jó legyen, amit az előző feltételeket mondtam, az egyenletes szórás, nyomás, megfelelő, tehát az a dózis jusson ki, mint ami elő van írva, ennek érdekében történik. Természetesen ez díjazás ellenében, ez 5 évre szóló jogosítványt jelent a permetezőgép tulajdonosának. Tehát ezt a gépkísérleti intézeten keresztül egy KFT fogja végezni, illetve későbbiek folyamán biztos lesznek mások is, de pillanatilag ez lesz.